Pár nappal ezelőtt a Paripa csárdába igazi Dolce Vita életérzést varázsolt a Milánó divatház. De ne szaladjunk ennyire előre. A Mediterrán házban járunk, ahol a Milánó divat butikja is található. Az üzlet 2008 óta öltözteti a debreceni hölgyeket. A ruha kollekciók és kiegészítők egyenesen Olaszországból érkeznek. Butikban a színvonal, a minőség és az eredetiség a mérvadó. A lányokkal éppen ruha próbán járunk, megnézzük, hogy milyen ruhákat fognak bemutatni holnap a divat bemutatón. Milánóban rengeteg divatesemény zajlik és gyakran flangálnak trendi modellek az utcáin. Jártatok-e már Olaszországban? Van-e kedvenc városotok? Igen, egyszer voltam Milánóban, ott modellkedtem, és majdnem egy hónapot voltam, és nagyon a szívemhez nőtt ez a város, tehát ilyen egy gyönyörű szép, az olasz kultúra és az olasz konyha is mind szuper, úgyhogy én nagyon imádom Milánót, bármikor szívesen visszamennék. Aktuális a kérdés, mert anyukám egyébként egy hete már Olaszországban van az egyik legjobb barátnőjével, viszont én még sajnos nem voltam, de biztos sokat fog nekem fotózni, meghoz ajándékot, aztán majd beszámolok. Az olasz nők többsége megrögzötten ragaszkodik a monokrom összeállításhoz és a minimál stílushoz. Valahogy mégsem tűnik unalmasnak a megjelenésük. Hétköznapokon szeretem a laza sportos viseletet, egy sportcipő, egy póló, egy farmer nadrág és egy farmer jacki nekem tökéletes, viszont nagyon szeretem a nőies darabokat, a magas sarkukat, a csinos, elegáns ruhákat is, és ebben a Milánó divat üzletben mind a két stílus megtalálható, tehát mindenkinek ajánlom. Az üzletben a teljes outfit megtalálható, így a vásárló a ruhájához illő cipőt, táskát, kiegészítőket is ki tudja választani. A festői környezetben lévő Paripa csárdában vagyunk, ahol hamarosan kezdetét veszi a Milánó divatház bemutatója. Jó szórakozást! Most pedig bekukkantunk a divat bemutató helyszínére. Egy olasz embert meg lehet ismerni az öltözéke alapján bárhol a világon. Leri róla, hogy olasz, annyira stílusos, az utcakép pedig nagyon egyedi. A Milánó tulajdonos asszonyával beszélgettünk. Az olaszok temperamentumából kiindulva, milyen stílust képviselnek a kollekciók? Hát igazából megtalálható nálam a sportos, a vagányan elegáns és a letisztult nőies forma. Tehát igyekszem hozni mindenféle stílusból, tehát a fiatalok inkább ezeket a farmeres, csillogós együtteseket szeretik, összeállításukat, a hölgyek pedig már jobban szeretik az ilyen letisztultabb, nőiesebb formákat, de igyekszem megfelelni mindenkinek. Honnan érkeznek a kollekciók? Tehát kifejezetten Milánóból, vagy más városokból is? Hát más városokból is, elsősorban Milánóból, de Rómából és Nápolyból is hozom az árut. Milánó, Róma és Nápoly divatirányzatainak kollekciói kerülnek az üzletbe. Ezzel elérhetővé téve a vásárlók számára több stílus irányzatot is. Féle vonalat képviselünk, tehát van egy sportosabb, vagányabb, ők a Danny Rose, a Rossodi Sera, a Justor, és talán a Vagon, és vannak a nőiesebb, elegánsabb, letisztultabb tervezők, ők a Sandro Ferrone, a Canella, a Le Group,
és a Nordlandnak is van néhány ruhája. Az olasz nők gyakran viselnek blízert. Sportos, vagány, vintage és elegáns szettekbe is belecsempészik. Méretekben is igyekszem nem csak a 36-38-as méreteket hozni, hanem a 40-estől fölfele is, tehát igyekszem azoknak a hölgyeknek is az igényeit kielégíteni, akik nem éppen 36-os méretűek. Az északi donnák nagyon adnak a minőségre, ezért nem meglepő náluk, ha valaki még a közérbe is exkluzív darabokban szalad le, és gyakran bújik neves tervezők kreációiba. Náluk ez nem presztízs kérdés, hanem teljesen természetes, hiszen megtehetik. Az idei trend színekre, illetve fazonokra vagyok kíváncsi. Hát a trend színek, ami igazán nyári, a sárga, a türkiz, a zöld, tehát ezek amilyen nagyon jó kis élénk színek. Emellett természetesen a fehér, ami örök, a fehér-fekete kombináció, ami szintén örök, valamint a korall és a rózsaszín árnyalatai is divatosak az idén. Illetve, ha jól tudom, ami rajtam a ruha, ez a mustársárga színű, ez az olaszoknál úgy tudom, hogy nélkülözhetetlen szín. Ez így van, és ez nem csak szezonális, tehát ezt minden szezonban hordják valóban, tehát a mustársárga nekik szinte örök szín. A fiatalok kicsapongóbbak figyelik a világ trendjeit, és jóval bohémebben értelmezik a divatot, bátrabban használják a színeket is. Ezt a kifutón is láthattuk. Igazából a francia és az angol divatot követem, és ez közelebb is áll a stílusomhoz, de a Prada-nak nagyon szeretem a kollekcióit, és szerintem az olasz divat szerintem eléggé színes, ez a glamúrosabb, luxus stílus. A francia hölgyeményekhez hasonlóan az olaszok is magas sarkakra termettek. A történet lényege annyi, hogy felpakoltuk a kis családot, hogy elmegyünk Nápolyba, és ruhaüzleteket fogunk keresgélni, és természetesen pucparádéba vártam magam, mondanom sem kell, és akkor menjünk el, ugye szépen nézzük meg a Vezúvot. Sőt, tulajdonképpen szerintem én vagyok az egyetlen olyan ember a földön, aki 10 centis magas sarkú cipőben mászta meg a Vezúvot. Városunk egyik legismertebb divattervező hölgye is tiszteletét tette a rendezvényen. Hogy tetszett a divatbemutató? Tetszett a divatbemutató. Örülök, hogy ilyen széles skálán mutatták be a kollekciót, ugyanis hát azért tudjuk, hogy ma a divat nagyon széles skálán mozog. Láthattuk itt a Dolce Vita, az a 60-as évek ruháját, a test közeli, a csinos ruhát. Láthattunk 70-es, 80-as évekbeli lazább, ugye az overallok, a hosszú ruhák egy szabadabb mozgást biztosítanak a hölgyeknek, amit gondolom nem is bánunk. És nagyon szépen keretbe láttam, mondhatom úgy fent azt a repertoárt, amit kínál a divat, hiszen nagyon széles a skála. Itt volt egy számomra nagyon autentikus hölgy, ez egy ilyen 70-es évekbeli kis ruha, egy türkisz kis tunika. Egybeéreztem a modellt és a ruhát, az nagyon tetszett. A vendégektől csak dicsérő szavakat kapott a Milánó divatház. Nem is csoda, hisz Éva mindig maximálisan odafigyel vásárlóira. Én szerintem mindenő megtalálja nála a stílusát, ez is az ő kollekciója, a tavalyi. Nagyon szeretek hozzájuk járni, mert nem erőltetnek senkire semmit rá, hanem mindenki megtalálja magáét. Őszinték, hogyha valami nem jó, akkor egy másik fajta stílust ajánlanak. Én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki nagyon jól érezte magát. A Canella márkát sokszor vásárolom, mert mindig találok olyat, ami pont a stílusomnak megfelelő, sőt, Éva kifejezetten szokott ilyen ruhát is hozni, ami az én méretemben, az én stílusomnak megfelelő, úgyhogy ezeket szívesen viselem. A Milánó butik kollekcióival, kortól és súlytól függetlenül mindenki számára elérhetővé teszi az igazi olasz stílust. És hogy mi az alapja mindennek? Legyen reális képed arról, milyen alakot kaptál a szüleidtől. Ez az alapja mindennek. Ha tudod, mely testrészeidet kell eltakarni, és melyeket kell hangsúlyozni, már is nyert ügyed van. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok. Most a Csókáló egy kis időre nyári szünetre megy, de addig is műsorainkat vissza tudjátok nézni a YouTube-on, illetve a www.alföldtv.hu weboldalon. Kollégáim nevében is szép nyarat kívánok mindenkinek! Vito, puf! A műsorvezetőt és a modelleket a Milánó divat öltöztette.
Csilla sminkjét a Hisztéria Haj Stúdió és Kozmetika készítette. A helyszínt a Paripa Csárda biztosította. Média támogatónk a Fórum Magazin és a Hajdú Press hírportál.